Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarn-Deutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Zusammenleben von Schwaben und Schokazen. Nationalitätentag in Achlas. Produktionen mit Gesang, Musik und Tanz. Peter und Paul Kirmes in Jakfal. Zweites Chortreffen der deutschen Nationalitäten in Hakan. Auftritt von Sängern aus 4 Branauer Siedlungen. Teilnehmer des Akkordeonlagers gaben Konzerte. Das Musikinstrument ist immer beliebter. Voriges Jahr wurde mit der Absicht, Tradition zu schaffen, ein kultureller und gastronomischer Nationalitätentag in Achlas veranstaltet. Dieses Jahr wurde das Festival von der örtlichen deutschen und kroatischen Selbstverwaltung wieder veranstaltet, wozu aus jeweils 5 Siedlungen Nationalitäten-Selbstverwaltungen eingeladen wurden. Die örtlichen Kindergartenkinder, die Tänzer aus Ratspeter traten auf, die Chöre bereiteten sich mit einem Programm vor und auch die Blaskapelle Alte Kameraden gab ein Konzert. Die Mohacer Nationalitäten-Volkstanzgruppe führte ihre eigene Choreografie über das Zusammenleben der beiden Volksgruppen auf. Der Nationalitätstag wurde in Olasz im Komitat Branau abgehalten. In der Siedlung leben viele Deutsche und Kroaten. Bei der Veranstaltung trat auch die Tanzgruppe des Deutschen Traditionspflegevereins aus Ratspeter auf. Der gemischte Chor für Erwachsene war das erste, der in Ratspeter gegründet wurde, gefolgt von der Jugendtanzgruppe, der Blaskapelle und der Handwerksabteilung. Auch die Tanzgruppe und die Blaskapelle sind gut bestückt. Unser Verein, unsere Tanzgruppe feierte letztes Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Also nicht alle Tänzer, die heute mit tanzen, tanzen seit 30 Jahren, aber einige schon. Wir tanzen meistens nur echte ungarn-deutsche Tänze, aber wir haben seit einigem Zeit auch etwas modernere österreichische Tänze im Repertoire. Ez egy schwab ünnepi viselet, saján brokát anyagból készült. Ez egy újpetrai schwab népviselet. Édesapám schwab felmenőkkel rendelkezik, így kerültem a táncsoportba. Ezért fontosnak tartom a schwab hagyományok megőrzését, ezért táncolok az Egyesületben. Süteményeket hoztunk, házi tésztát készítettünk, kékfestőt hoztunk, kötényeket hoztunk, levendolás acskókat. Ilyennel foglalkozik a klubunk. Sok munkánk, ami itt kint van, tutyi minden, az otthoniaknak is üzenném azt, hogy köszönjük a sok segítséget, mert vagyunk 24-en, és ugye nem tudtak ide eljönni. Én azt hiszem, hogy meg szeretném nekik így köszönni akkor, hogy ők is részt vettek a tésztában, meg a többi munkánkkal kapcsolatos. Minden héten találkozunk, kedden, 1-től 4-ig vagyunk, és akkor mindig foglalkozunk. Jön a nyári szünet, szeretnénk, ilyen lesz a tábor, menni oda, tésztázni, kézműveskedni, mind itt is látszik a papírrózsáink, meg a virágaink. Bei der Veranstaltung trat auch das nationale Volktanzgruppe aus Mohács auf, das eine eigene Choreografie über das Zusammenleben der beiden ethnischen Gruppen aufführte. Ez az enyém, több darab is a Didi mamámról maradt rám. Néha egy kicsit a testfelépítésünk más, vagy egy kicsit kisebb alkat volt, mint én, úgyhogy néha ez kicsit szenvedős, de büszke vagyok rá, hogy ilyen örökségi darabokat tudok hordani. Sokat készültünk, már régóta tanuljuk ezt a táncot, sokat elő is adtuk már. Én jelen pillanatban a schwab műfének a párja vagyok, igazából én fogom őt segíteni valamennyire a koreográfia alatt, hogy ő tudja a szerepét csinálni. Segítek majd a mennyasszonynak felöltözni, elbúcsúztatni, és részt veszek a lakodalomban, a mulatságban is. Én schwab vagyok, schwab származású, szóval illik rám a szerep ilyen szempontból is. Amennyire lehet, hogy igen, ételeket főzünk, amik ilyen hagyományosak, próbáljuk az ünnepeket megtartani, szertartásokat, amennyire idő engedi, meg lehetőségek engedik, úgy próbáljuk tartani ezeket. Die Grundschule im Olasz bietet eine deutschsprachige Bildung auf hohem Niveau. Die Mehrheit der Schüler hat schwäbischer Herkunft und viele Rohr sprechen die Großeltern noch den Dialekt. Die Volkstanzgruppe der Schule pflegt nicht nur die schwäbische Tänze, sondern auch die Volkstrachten. Az iskolában német nemzetiségi oktatás folyik, a gyerekek heti 5 óraszámban tanulják a német nyelvet, illetve 1 órában német népismeretet tanulnak,
a nyolcadikosokkal készülünk a DSD nyelvvizsgára. Az idei évben 8 tanulót készítettünk fel a nyelvvizsgára, közülük 3-an B1 fokozatot értek el, ami egy átmenet az alapfok és a középfok között, 5-en pedig az A2-es, vagyis az alapfokú minősítést érték el. A National Feiertag betraten auch örtliche Kindergärtner die Bühne, die Chöre bereiteten eine Aufführung vor und auch der Blaskapelle Alte Kamerade gab ein Konzert. Mit Gesang, Musik und Tanzproduktionen bereitete man sich auf die Peter- und Paul-Kirmes in Jagfa vor. In Organisierung der örtlichen deutschen Selbstverwaltung und der Selbstverwaltung der Gemeinde wurden die Gäste nach dem Kulturprogramm mit einem Abendbuffet und Ball erwartet. Ziel des Programms ist, die Traditionen der Nationalität zu pflegen. Ünnepi szentmisén vehettek részt a kisjakabfalvai németek. A nemzetiségi önkormányzat ugyanis búcsút szervezett a baranyai településen, ami a Fehérház udvarán folytatódott. A kisjakabfalvai templomnak a védőszentje Szent Péter és Pál apostol, és ennek kapcsán került ez a rendezvény megrendezése, illetve felújításra került az első és második világháborúban elhunytak emlékére állított emlékmű. Ennek a felújítása befejeződött az elmúlt napokban, és hát úgy gondoltuk, hogy akik elhunytak, azoknak a hozzátartozói is meghívásra kerültek, és hát most egy kulturális műsorral fogjuk majd folytatni. Lesz svéd asztalos vacsora, és este pedig bállal fog zárulni a rendezvény, tehát ez egyfajta ünnepség, a védőszenteknek a névnapjait ünnepeljük ezzel a rendezvénnyel. A helyi német önkormányzat elnöke elmondta, hogy a településen korábban sok német ajkú lakos élt, számuk azonban megfogyatkozott. Ennek ellenére igyekeznek fenntartani a hagyományokat. Úgy mondhatom, a sváb lakosság az eléggé megfogyatkozott, nagyon kevesen vannak már a régiek közül, így próbáljuk még, akik vannak fiatalok és itt a környéken, egy kicsit fellendíteni ezt a német svábsági rendezvényeket, életet, hagyományt, őrzést, ápolást. Színes kulturális műsorral készültek a szervezők. Háner Róbert feleségével és tanítványaival lépett színpadra. Régóta foglalkozom a műsorral, és ami műsort most idehoztuk, ez nem kézenfekvő, hogy máshova is ezt a műsort visszük. Amit most idehoztuk, ugye mi a Háner Duo, én meg a feleségem sokat éneklünk slágerzenéket, illetve hoztuk a lányunkat harmonikánzik, hoztam a fúvós együttesemet, a Total Brest együttes Mohácsról, és a Dunaszekcsői Német Nemzetiségi Tánccsoport lesz most a vendégük, de egy másik műsor lehet, hogy teljesen más felállásban, más műsorokat szoktuk vinni. Tehát foglalkozunk ilyen műsor közvetítéssel gyakorlatilag, de itt most ez a műsor lesz. Színes a paletta, ének, zene, tánc. Róbert már a 2000-es évek közepe óta szervez ilyen műsorokat. Mivel svábok vagyunk, ez is próbáljuk a sváb zene mellett egy picit a kinti zenét is idehozni, a kinti német slágerzenét, szlovén, osztrák, német slágerzenét, és igazából mi a kezdetük kezdve az azt a repertoárt énekeljük. Persze a műsorokon hagyományos sváb táncokat is láthatjuk, vagy hagyományos sváb énekeket is, hagyományos sváb fúvós zenét is hallunk. Tehát ilyen vegyes összeállítást szoktunk vinni, hogy legyen kicsit modernebb dolog is benne, vagy legyen hagyományos is benne. Thank you.
Róbert számára is fontos, hogy ápolják a hagyományokat. Régen ez is sváb település volt, például a többi is. Nyilván Kelet-Baranya az nagyon erős svábságban. A többi helyen is, sok helyen van német önkormányzat, de nyilván ott már kevesebb sváb van. Azért fontos, hogy azért ez a kultúra megmaradjon, hogy azért csinálunk azokon a helyeken is, ahol kevésbé laknak svábok. Bár a végén a településén nagyon szép házak vannak, tehát itt egykoron egy nagyon virágzó sváb kultúra volt, és sokan vesznek itt házat most is a Pest környékről, tehát azért jól néz ki szerintem a település. Jó hangulatban telt a program. Az udvaron felállított sátor alatt a megterített asztaloknál szép számmal gyűltek össze a helyiek, a meghívott vendégek. Das zweite Chortreffen der deutschen Nationalitäten wurde in Hakan veranstaltet. Chöre aus Nimes, Mohács, Bonhard und Hakan nahmen am Treffen teil. Das von der Hakaner deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung organisierte Programm fand in der katholischen Kirche Herz Jesu statt. In der Heiligen Messe nach den Auftritten wurde von den Chören auch gesungen. A német nemzetiségi népdalokat, zenei hagyományokat szeretnék átörökíteni és aktívan megélni a német nemzetiségi kórusok. Ezért idén másodszor rendezték meg kórus találkozójukat Harkányban. Mindegyik kórus német nemzetiségi vonatkozású, tehát német-német gyökerű, ezért az is a célunk, hogy a népdalokat átörökítsük, a hagyomány tovább vigyük, és mindenki német nemzetiségi népdalokat, népies műdalokat énekel általában. Vannak kórusok, akik német slágereket is előadnak, de a mai napunknak a tematikája a Jézus szíve búcsúhoz illeszkedve az egyházi jellegű, és a Jézus szíve búcsúhoz kapcsolódóan egyházi dalokat fognak hallani a kórusoktól. Az a célunk a német nemzetiségi kórus találkozóval is, hogy a német nyelvet aktívan használjuk, és zenei formában is kiemeljük. Ugye a nyelv az identitás egyik legfontosabb komponense, és ezért főleg, illetve majdnem kizárólag német nyelvű dalokat fognak hallani a mai résztvevők és a kedves vendégeink. Az egyik fellépő kórus a Hímesházi Sonnenblumen volt. 15 éves jubileumukat ünnepelték 2020-ban. Céljuk a népi hagyomány ápolása a német népdalokkal. Igazából már a kezdetek kezdetén elindult egy olyan műsorsorozat, egy programszervezés, ami vidám hangulatú falunapokkal, német nemzetiségi rendezvényekkel folytatódott, és ott már a hagyományos népdalok mellé már a vidám slágereket is bevittük, tehát azok is már szerepeltek a repertoárok között. A mi kórusunk a hagyományos német nemzetiségi ruha mellett döntöttünk a dindl ruhában. Igazából talán a nyárnak a melege hozta azt, hogy egy könnyebb viselet legyen, és passzolni pedig nagyon passzolt az osztrákos és a német vidám slágerekhez. Ezért így a ruhának a lényege, hogy a hölgyeknél a dekoltás kap szerepet, az egy ilyen kivágott rész, és itt a színes masné és a színes kötény és a színes virágok a jó hangulatot adják. A mohácsi Zingendekvelle kórus múltja 1995-re nyúlik vissza. Horváth Élenke énektanárnő szervezte az amatőr kórust. Náluk is hagyományőrzés a cél. Azok járnak ebbe a kórusba, akik szívesen és szeretettel énekelnek, valamint vállalják azt, hogy németül is kell énekelniük. Én ezt a megtisztelő szerepet, hogy kórusvezető, ezt szeptember 29-e óta töltöm be, úgyhogy azóta egy új
csapat kovácsolódott, most körülbelül 20-an vagyunk a kórusban, vegyeskar, tehát férfiak és nők is énekelnek benne, és elsősorban arról szól a történet, hogy együtt lehessünk, hogy jól érezzük magunkat, hogy szép akkordokat és szép hangzásokat rakjunk össze, és a Covid után most kiszabadultunk, úgyhogy 8 szereplésen vagyunk túl, és ez a 8 szereplés, ez mind olyan volt, ami öröm volt, és boldogság, és közte volt a pécsi székesegyházban egy német misénk, amit végig énekeltünk gyönyörű szépen, és a cél az, hogy együtt lehessünk, hogy örömet szerezzünk egymásnak és a közönségnek természetesen. Én mellesleg tanító vagyok, és éneket is tanítok az iskolában, és ott is, amikor népdalt kell tanítani, akkor el szoktam mondani a gyerekeknek, hogy ezt tudom, hogy otthon már nem szoktátok énekelni és hallgatni, de mondják néhány olyan, de igen. Tehát vannak olyan nagymamák, hál' Istennek, és anyukák is, akik énekel, fektetik le a gyermeküket, és népdalt énekelnek, legyen az német vagy magyar, de mégiscsak hagyományőrzés és ápolás, és úgy gondolom, hogy enélkül nagyon-nagyon sivár életünk lenne, és a kultúránk alapjait vesztenénk el, hogyha nem őriznénk a hagyományunkat. A Harkányi Zingvögel kórus az ide látogató németek népzenéjéből, de főleg a baranyai német népzenéből táplálkozik. A kórusban inkább idősebbek énekelnek, és 7. éve 14 fővel őrzik a hagyományt. A kórusban inkább idősebbek énekelnek. A fiatalokat manapság nagyon nehéz arra bírni, pláne nem német nyelven, hiszen, amint mondtam, a kórus 14 fűvel, most már 7. évben működik, és nem mindenki beszéli a német nyelvet, de nagyon szívesen énekel, szereti a német népzenét. A német népzene az nem olyan harsogóbb, mint a horvát vagy a magyar temperamentumos, hanem inkább ilyen visszafogott, ilyen lelki dolgokról énekel, és ez az idősebb korosztálynak illik, vagy ők szeretik ezeket. Bonyhád környéki tolnai és baranyai magyarországi német népdalokat énekel a Bonyhádi Német Nemzetiségi Kórus, amelyet Németh Tibor vezet 5 éve. A kórus eredetileg 1980-ban alakult Rónai József névvezetésével. Természetesen az identitástudat az nagyon-nagyon fontos itt, és hát én azt gondolom, hogy amikor egy ilyen kórusban, egy ilyen nemzetiségi, német nemzetiségi kórusban azért fiatalok, idősebbek együtt énekelnek, tehát mindegyiknek igazából van, ez egyiknek van mit átadni a másiknak pedig mindig van mit tanulni. És ez folyamatosan, hogy miért fontos? Igazából azért fontos, mert hát ezek vagyunk mi, és csak így tudjuk magunkat megvalósítani és kifejezni. A Harkányi Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett kórus találkozónak a Jézus Szíve Katolikus Templom adott otthont. A fellépést követően szentmisét is tartottak, amelyen szintén énekeltek a kórusok, de már a hívek soraiban. Immer mehr Teilnehmer hat das von Jahr zu Jahr veranstaltete Akkordeonlager. Dieser erfreuliche Prozess wird dazu führen, dass das jahrzehntealte Problem der deutschen Chöre verschwindet, nämlich, dass sie ohne Begleiter arbeiten müssen. Dieses Jahr können die Schüler sogar auf mehreren Konzerten ihr Talent unter Beweis stellen. Ez a pici lány a Szalkai illetőségű Papert Anna, aki az egyik legtehetségesebb résztvevője volt, az idén immár 5. alkalommal megrendezésre került harmonika tábornak. Anna családjában a harmonika szó szinte mindennapos, hiszen édesapja is játszik a hangszeren, és figyelemre méltó gyűjteménye is van belőle. Anna mellett az ország minden részéről érkeztek tanulók a Pece István által vezetett kurzusra. A zenetanár 5 esztendővel ezelőtt indította útjára a nyáriskolát, látva a német kórusok nehéz helyzetét a tekintetben, hogy rendszeres probléma volt a kísérő muzsikusok hiánya. Az elmúlt évek visszaigazolták a kezdeményezést, hiszen évről évre nő a résztvevők száma.
Ezt a célt tűztünk ki magunk elé, hiszen Köller János barátom szerint, ugye, aki most már 4 éve vagy 5. éve nincs köztünk, legutoljára Bonyhádon például akkor volt harmonika oktatás, amikor mi tanultunk, tehát az elég régen volt már, hogy körülbelül 50 éve, és egy nagy szívfájdalma volt, hogy ezt nem vállalja föl senki. Ennek egy hosszú magyarázata van, hogy miért nincsenek harmonika tanárok, most már majd lesznek, és mi is azon dolgozunk, hogy a gyerekek minél többen szeressék meg a harmonikát, minél többen menjenek középiskolába, konzervatóriumba, illetve zeneakadémiába, zeneakadémiára is legyenek harmonika művészek, harmonika tanárok, hogy ez a hangszer Magyarországon is visszakerülhessen arra a szintre, ahol, amit egyébként megérdemel. Éveken át a hangszert üldözte a hivatalos kultúrpolitika, ennek köszönhetően csökkente jelentősen a népszerűsége. Az utóbbi időkben azonban az elkötelezettek szorgos munkájának eredményeként ismét teret hódít a különböző zenei stílusokban. Pedig Hajdan, meséli Pece István, mindennapos volt a német családokban a hangszer ismerete. Minden családban vagy a nagypapa, vagy az apuka harmonikázott, mindenhol van egy harmonika, tehát rendkívül könnyű a dologba ráindítani a srácokat, mert annyi, hogy le kell porolni a harmonikatokat, és már is lehet játszani, tehát még különösebben anyagi befektetést sem igényel. A pozitív folyamatokat látva azok a szervezetek, akiknek dolga a német kultúra életben tartása és felvirágoztatása, támogatják évről évre a tábort. Nagyon nagy támogatást kapunk a Bonyhádi Német Önkormányzattól, a Szekszárdi Német Önkormányzattól, a Tolna megyei Német Önkormányzattól, és hát külsős cégektől is, az Aliszkabautól, a Tar Kft-től. Tehát sok embernek szívügye az, hogy a harmonika visszakerülhessen a régi rangjára a környező országokhoz hasonlóan. Az a generáció, aki még tanulta a harmonikázást, lassaként kiöregedett. Ennek lett az eredménye, hogy ma már nehéz a német énekkarok számára találni egy jó harmonikást. Az előttem lévő generáció megöregedett, és gyakorlatilag a környező településeken nincs, aki harmonikával vagy fúvóssal kísérje a táncegyütteseket, kórusokat. Egyedül én vagyok itt több helyen is hadrafogva, de hát az erőim végesek, de azt gondolom, hogy 2-3-4 év múlva itt lesznek a fiatalok, akik ezt a feladatot be tudják vállalni, és ragyogóan meg fogják tudni oldani. Az egyhetes kemény tábori munka eredményét 3 helyszínen is bemutatták a résztvevők. Feléptek a helyszínű szolgáló Bátalpátiban, Bonyhádon és Szekszárdon is. Pece István azt mondja, a fogadtatásból és az évek során egyre bővülő nézőszámból is arra lehet következtetni, nő a hangszer népszerűsége. És hát ahogy láttuk, a fellépő ifjak teljes biztonsággal kezelik a hangszert, ami egyfajta biztosíték arra, hogy a megálmodott cél hamarosan teljesülhessen. Vielen Dank für Ihre liebe Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.